Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Péntektől Péntekig című heti hírösszefoglalónkat látják, Mezőtúr és térsége legfontosabb eseményeivel. A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában március 19-én és 20-án növendékhangversenyt tartottak. Az eseményen televíziónk stábja is részt vett. A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában március 19-én és 20-án növendékhangversenyt rendeztek. Milyen műsort sikerült összeállítani erre a két délutánra? Igazából nagyon vegyes, kis színes műsor van. Minden hangszer, illetve hangszercsoport képviselteti magát, ahol kifejezetten a gyerekek mutathatják be, hogy mit tanultak. Kis tavasz nyitogató hangversenyek ezek, a fúvós hangszerektől kezdve a vonós, billentyűs, pengetős, de még a népzene is képviselteti magát a citara, mint hangszer által. Mely korosztály mutatkozik be ezen a hangversenyen? Elsősorban a kisebbeknek, ez egy bemutatkozási lehetőség, de a 8 évesektől egészen a gimnazistákig előfordulnak mindenféle korcsoportban. Mennyi ideig készültek erre a hangversenyre a gyermekek? Hát ez elég változó, de hát mindenképpen egy folyamatos felkészülés eredménye ez, de ezt a konkrét néhány darabot mondjuk az elmúlt egy hónapban tanulták meg nagyságrendileg. Az Újvárosi Hagyományőrző Klub március 20-án a Batyusbált rendezett. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Boldog István országgyűlési képviselő és Bata Attila Viktor, Mezőtúrváros alpolgármestere is. Idén is megrendezi az Újvárosi Hagyományőrző Klubban Batyusbáját. Idén milyen programot sikerült összeállítani erre a napra? Erre a napra nagyon készültünk, egy olyan batyusbálat szerettünk volna, még hoztunk is össze lényegében, úgy érzem, hogy sikerült, ami még ebben a városban nem volt. Csináltunk egy kis bemutató vásárt, amiben össze tudtunk szedni olyan használati dolgokat, ami nagyon régiek, még van köztek múlt századbeli is, és ugye hozzá kell tenni azt, hogy ez a batyusbál, ugye úgy kezdődött, hogy valamikor az arándokok mentek egyik helyről a másikra, sőt egyik országból a másikba, hátukon a kis batyukkal, és ugye a vásárokat soha nem kerülték el. Hát mink ezt próbáltuk bemutatni Dióhéjba. Nem csak az Újvárosi Hagyományőrző Klub vesz részt ezen a bálon, hanem máshonnan is érkeztek klubok. Erről mit tudhatunk? Ennek is nagyon-nagyon örülünk, hisz az lenne a lényeg, hogy ezek a klubok összefogjanak, közösen alkossanak valamit, és közös gyümölcs érjen. Én úgy gondolom, azon az úton indultunk most el, hogy a civil szervezetek támogatni fogják egymást, és segítenek egy-egy rendezvénynek a szebbé, jobbá tételébe. Ez most úgy gondolom sikerült, mert 3-4 klub is egy kicsit hozzájárult a batyusbál műsorhoz. Hogyha előre tekintünk, ebben az évben milyen rendezvényeket rendez majd meg az Újvárosi Hagyományőrző Klub? Hát nehéz lesz két mondatba elmondani, de megpróbálom. Először is van nekünk 4 olyan alkalmunk ebben az évben, ami kiemelkedően csatlakozik a városi programokhoz. Első, május 1-e. Ugyanúgy, mint ezelőtt, májusfát szeretnénk állítani. Itt is szeretnénk bővíteni a
a felállítási színvonalat, még jobban, még több fiatalt szeretnénk bevonni abba, hogy megismerjék, mi az a májusfa, és vegyenek részt a díszítésbe. A második, az arató verseny. Eddig is elhoztunk, mondhatom azt, hogy Kárpát-medencei aratóversenynek az első díját. Már 4 alkalommal. Most szintén készülünk rá, új formákat ígértek, új megmérettetést állunk elébe. A harmadik, augusztus 20-a. Augusztus 20-án az aratók felvonulása, és sűk szavakban elmondva Szent István ünnep, kenyér ünnep. Erre fogunk készülni, és nem utolsó sorba, de a sorrendnek utolsó dátuma, szeptember 2. hete, a kubikus szobor megkoszorúzása. 10 év már, hogy rendezzük ezt a koszorúzás ünnepséget. Én úgy gondolom, már most mezőtúron nincs is olyan lakója a városnak, aki ne ismerné a kubikus szobrot, meg hogy is került oda. Tudomásomra jutott, hogy többen utána néztek, hogy miért van ott, ki tervezte, miért úgy tervezte, miért így, miért úgy, miért amúgy. De úgy gondolom, a város tájékoztatása szerint akár a televízió, akár a újságok útján megkapta rá a választ. Köszönjük szépen, és a mai napra további szép napot és jó szórakozást kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen a jó kívánságot. A hagyományápolás szempontjából is nagyon fontos ez a mai Batyus Bálint mezőtúron, emellett több település is képviselteti magát, így például itt vannak a két bújjak is. Mit jelent a térség életében egy ilyen típusú rendezvény? Én azt gondolom, hogy ezek a rendezvények, ahol meghívják egymást a térség klubjai, hagyományőrzői, ez mindig az összetartozást mutatja. Az összetartozást egy-egy településen belül, hiszen a településről is több klub, meg több ember jön el, és a térségen belül összetartozást is mutatja. Összefogást a hagyományaink őrzése mellett, és összefogást a térség fejlesztése mellett természetesen, hiszen a hagyományokra építve lehet fejleszteni a térséget, a települést. Az előző percekben hallhattuk, hogy egy vásárt is megrendeznek itt a hagyományőrzők. Erről mit tudhatunk? Igen, egy vásár is van. Hát ez az a jó a vásárban, hogy minden található benne, a múlt századtól kezdve napjainkig, és ugye ez mutatja azt a fejlődést, amin keresztül ment az elmúlt évtizedekben az ország, keresztül mentek az emberek. A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában március 21-én a Magyar Táncművészeti Főiskola továbbképzést tartott a balett tanszak részére. A képzés célja többek között a tehetségkutatás volt. A Magyar Táncművészeti Főiskola továbbképzését rendezik meg a mai napon a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolában. Mi a célja a mai rendezvénynek? Nagy örömünkre a Magyar Táncművészeti Főiskola balettmesterei úgy gondolták, hogy mezőtúrra ide a gyerekek saját termébe eljönnek, és a szentesi, tiszaföldvári és mezőtúri balettos lányoknak, elsősorban lányoknak itt helyben tréninget tartanak. Nem titkolt szándékuk az, hogy tehetségkutatás ennek a programnak a célja, de biztos vagyok benne, hogy az októberi budapesti látogatásunknak is van szerepe ebben a döntésükben, hiszen októberben mi látogattunk föl a Táncművészeti Főiskolára, és 120 résztvevővel már ott is foglalkozást tartottak a táncosainknak. Mit tudhatunk a mezőtúri balett tanszak sikereiről? A balett tanszak ugyanúgy, mint a társastánc is 2001-ben indult az iskolában. Nagy örömömre sikerült olyan mestert találni, aki méltóképpen szervezi és rendezi a gyerekek programját, szakmai fejlődését. Szinte nem volt olyan országos klasszikus balett tanulmányi verseny, amin nem vettünk részt, és általában nagyon szép sikereket érünk el. Első, második, harmadik helyezéseink vannak ezekről a versenyekről, és ugyancsak a balett tanszak szokott elmenni az országos modern és kortárs tánc
tanulmányi versenyre is, ami éppen ebben az évben esedékes. Április végén Pécsen rendezik meg ezt a versenyt. Most is két lányjal fogunk ezen a versenyen részt venni, ahol szintén nagyon szépen az élbolyban szoktak helyezéseket hozni nekünk, szólóban és csoportban egyaránt. Emellett áprilisban a balett kapja majd a főszerepet itt Mezőtúron, milyen rendezvény keretében? Igen, áprilisban saját szervezésű versenyünk lesz, nem csak a balettosoknak, hanem előző héten a társastáncosok is megrendezik a második mezőtúri művészeti iskolás társastánc versenyt, ami tavaly elsőként igazán széleskörűre és színvonalasra sikeredett, bízom benne, hogy az idei is hasonlóképpen kerül megrendezésre. És a következő héten, április 18-19-én a Mezőtúr második országos klasszikus balett és modern tánc fesztivált, illetve a negyedik mezőtúri növendék koreográfusi versenyt rendezzük meg, ami hát az eddigi nevezések és jelentkezések szerint körülbelül 160 táncosra számíthatunk, 6 különböző település táncosaival, és bízom benne, hogy a növendék koreográfusi verseny is egyre színvonalasabb és egyre kiforrottabb lesz. Ez azt jelenti, hogy a táncosok saját koreográfiákat mutatnak be. Ez azért is nagyon fontos, mert éppen az egyik növendékünknek ez lenne az élet célja, hogy ha nagy lesz, akkor majd koreográfus szeretne lenni. 1, 2, 3, 4, és nyit, fondű, már tudja, 1, nézik, 3, 4, és kinyitom, előbb levezetem, lassan levezetem, tandő, bezárom a kezemet, és kicsúsztatom, rész utönő előre, és bezárom, ötödik arra lehet. Áprilisban több programmal is várják a gyermekeket Mezőtúron a közösségi házban. Húsvétváró kézműves játszóházat tartanak április 3-án, továbbá egy mesemüzikellel is várják a kicsiket és nagyokat április 21-én. A részletekről Orosz Anna Mária, közművelődési ágazatvezető tájékoztatta televíziónkat. Húsvét alkalmából milyen programokkal várják a gyermekeket itt a közösségi házban? Egy húsvéti kézműves játszóházzal várjuk majd a gyerekeket, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárával egyetemben, a nagyteremben és a gyermekkönyvtári részlegben várjuk majd a gyerekeket délután 15 órától. Melyik napon kerül megrendezésre ez a program? Április 3-án a tavaszi szünet beköszöntével várjuk majd őket. Emellett színházi előadás is lesz áprilisban a közösségi házban. Erről mit tudhatunk, milyen előadást tekinthetnek meg a kicsik és nagyok? Így van, április 21-én várjuk majd a gyerekeket, az óvodásokat és a kisiskolás gyerekeket. 10 órától és 14 órától lesz egy-egy előadásunk. Ez leginkább úgy szokott működni, hogy 10 órától az ovisokat, 14 órától pedig az iskolásokat várjuk. Itt nagyon fontos megjegyeznem azt, hogy most nem a Városi Színház teremben, hanem itt a Közösségi Ház nagy termébe várjuk majd a gyerkőcöket. Így nagyon fontos az, hogy minél hamarabb jelentkezzenek a csoportok és az osztályok. Milyen előadást tekinthetnek meg a gyermekek? Az Óza Nagy Varázsló című mesemüzikellel várjuk őket. Belépőjegyese a rendezvény? Igen, 400 forintért lehet megtekinteni az előadást. A közelmúltban egyre több program várta a gyermekeket a mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában. Az elmúlt időszak programjairól és a közeljövő eseményeiről láthatnak összeállítást.
azt tapasztalhattuk az elmúlt időszakban, hogy egymásnak adják a kilincset a csoportok itt a gyermekkönyvtárban. Milyen programokat rendeztek meg a közelmúltban, milyen foglalkozásokon vettek részt a gyermekek? Jaj, aranyos vagy. Hát itt a tavasz, itt a jó idő, úgy látszik, hogy meghozta a érdeklődést, a kedvet a kirándulásokhoz, kimozdulásokhoz. Valóban így van, hogy egyre több és több csoportunk érkezik. Nagyon népszerűek a kézműves foglalkozásaink, de az a fajta interaktív foglalkozás, ahol a népszokások átörökítéséről van szó. Irodalmi foglalkozásaink is voltak. Az elmúlt héten vendégünk volt Varró Dani, a kis fiatal költőfejedelem. Már nem először járt itt a könyvtárunkba, reméljük, hogy nem is utoljára, mert nagyon jó barátság alakult ki közöttünk. A Kossuth úti iskolából, illetve a Rákóczi úti iskolából voltak vendégeink még a negyedik osztályosok. Nagyon kellemes hangulatú délutánban volt részünk. Ezen kívül lezárult a téli olvasópályázatunk. Ennek az eredményhirdetésére április 3-án a nagy húsvéti játszóház előtt kerül sor, tehát délután 2 órára hívjuk és várjuk azokat az olvasóbarát gyerekeket, akik az alsó tagozatosok részére, illetve a felső tagozatosok részére kiírt olvasópályázaton részt vettek, tehát 2 órakor itt a gyermekkönyvtárban lesz az ünnepélyes eredményhirdetés, és akkor egy picit belenézek a puskámba, hogy szinte ezzel egyidőleg hirdetjük és rendezzük hagyományosan, körülbelül már 8. éve májusban a kicsit nagyobb bacskák, és most inkább még nagyobb bacskák, tehát a felsősök és a kisgimisek részére az irodalmi akadály versenyünket, ami kint a Ligetben zajlik. Itt most választottunk egy fantasy trilógiát, mégpedig Susan Collinsnak az Éhezők viadala című trilógiájának az első kötetét kellene már most figyelmesen olvasniuk a gyermekeknek, az ifjaknak. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk majd valamikor május elejétől itt a gyermekkönyvtárban. Tehát az irodalmi akadályverseny május közepén kerül majd megrendezésre. Ezen kívül a kisebbeknek és a nagyon picikéknek is szeretnénk kedveskedni. A babákat és mamákat várjuk majd együtt a Ciróka, Maróka mondokázó foglalkozásainkra, melyre érdeklődni szintén itt a gyermekkönyvtárban lehet. Ezeken a programokon túl mire számíthatnak még a gyerekek itt a könyvtárban a közeljövőben? Igen, a tavasztal több programunk is lesz, amit kooperációban a közösségi házzal együtt szervezünk. Ilyen a húsvéti játszóház, ahová várjuk a kézműveskedni szerető gyerekeket és felnőtteket. 2 helyszínen lesz megrendezve, a gyermekkönyvtárban itt nálunk, valamint a nagy teremben is lehet kézműveskedni. A következő ilyen nagyobb közös programunk az a szavalóverseny, kistérségi szavalóverseny április 10-én, 2 órakor kezdődik, amikor több helyszínen, több korcsoportban mérettetik meg magukat a szavalni, a verset szerető emberek. Ugyanígy a szavalóversennyel együtt, ugye a költészetnapi szavalóversennyel együtt, a költészetnapi alkalmából április 14-én a Kávészünet nevű zenekar fog nálunk fellépni, magyar költők verseit zenésíti meg ez a zenekar. Ez is közös program a közösségi házzal. A következő fontos dátum, amit meg kell említenem, az április 10-én van szintén, addig kellene leadni a jelentkezéseket a Báb-fesztiválunkra, az 5. kooperenciás Báb-fesztiválra várjuk addig a jelentkezéseket, valamint a bábokat. Ugyanis, mint ahogy eddig is minden évben, a fesztiválnak van egy külön témája, az idei téma az állatok, állatkert, és idén a kiállításunkat állatbábokból szeretnénk megrendezni. És ezekre várunk bábokat, amiket gyerekek, felnőttek, játékos kedvű felnőttek készítenek. Ezekből fogjuk a kiállítást megrendezni, és ezeket a bábokat díjazni is fogjuk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk ezeket a szintén mondom, hogy bábokat, bármilyen technikával, bármilyen anyagból el lehet ezeket készíteni. És ha már itt tartunk, akkor elmondom a Báb-fesztiválunk időpontját, ami április 24-e, Ide is várjuk ugye a jelentkezőket, a csoportokat. Már most hála Istennek Mezőtúrról is több csoportunk van, valamint vidékről is, de remélem, hogy még ennél is sokkal többen lesznek. Ez egy nagyon jó kis fesztivál, már az 5. alkalommal rendezzük meg idén. A
A Csodavár óvodában húsvétváró programokat rendeznek a gyermekeknek. Március 25-én a legalább alapfokú művészeti iskola táncházba invitálta az óvodásokat. Húsvéthoz közeledve milyen programokat sikerült összeállítani itt a Csodavár óvodában? Hagyomány óvodánkban már régóta, hogy színes programsorozatot állítunk össze kolléganőinkkel együtt a jeles napok alkalmából. Egész évben több alkalommal is részesülhetnek a gyermekek ilyenkor a színes programokba, amelyekhez a szülők is mindenkor nagyon pozitívan állnak hozzá és segítik munkánkat. A gyermekek ilyenkor közös délutánokon, különösen a nagyobbak már nyitottá tesszük a szülők számára is, mint a mai napon is, a legalábos táncos délutánt, de alkalom adódik még, különösen a nagyobb csoportokban, hogy a szülők részt vegyenek a délutánokon közös kézműves tevékenységekben, most ugye a tojáskészítő, tojásdíszítő, jobban mondva, tevékenységekben, amelyek ugye a néphagyományhoz is hozzátartoznak. Ennek kapcsán a gyermekek a délelőtti tevékenységek folyamán már ugye ismeretbővítésként a néphagyományok tartalmaival is ismerkednek, természetesen a korukhoz mérten, fejlettségükhöz mérten. Sütőfőző tevékenységeket végeznek, ismernek, megismernek énekeket, népi játékokat, hagyományos tevékenységekkel ismerkednek, ennek kapcsán olyan, mint a tojásdíszítő, tojáshímző, tojáspatkoló, filmeket néznek ezzel kapcsolatban, játékaikba beépül, a matematikai tevékenységek tartalmaiba, a vizuális tevékenységeket ez mind átszövi. És most indulnak, ma az első napja a húsvét indító programunknak, melyre külön köszönet a legalább táncsoportnak, hogy most színes programjukkal emelik az ünnepünk első programjának a fényét. Az a legfőbb célunk ezekkel az ünnepekkel, hogy a gyermekeket vidám szórakoztatásban részesítsük, megtanítsuk őket arra, hogy hogyan kell ünnepelni, és ezt ők, mivel olyan kicsinkék, ezeken a kis mintákon, amelyeket mi nyújtunk számukra, ezekből tapasztalhatják meg, és most élik meg igazán, hogy milyen is az ünnepelni, hogyan kell ünnepelni. Most mélyülnek el, alapozódnak néphagyományos ismereteik, amelyek hozzájárulnak alapozó szinten a magyarság tudat fogalmának a kialakításához is. Ezért nagyon fontosak ezek a tevékenységek, ezek a programsorozatok, amelyek aztán átszövik az egész évet, és tartalmakat adnak színes, gazdag tevékenységeknek a gyermekek számára. Köszönöm figyelmüket! Önök a Péntektől Péntekig című műsorunkat látták. Egy hét múlva, április 3-án ismételten várom Önöket hírösszefoglalóval. További szép estét kívánok, viszontlátásra!